A zöld beruházásokra építeni a gazdaság talpraállítását az LMP társelnöke, az igen szolidaritás pedig a munkavállalókkal szorgalmaz mielőbbi stratégiai partnerséget, melyek a legfontosabb lépések a járvány lecsengése után. A stúdióban Szanyi Tibor és Skype-on kapcsoljuk Kendernai Jánost. Jó estét kívánok Szanyi Tibornak így személyesen, tehát és akkor Kendernai urat is kérdezem és szólítom, hogy itt van-e velünk. Jó estét kívánok, itt igen, van. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Én nem tudom, hogy nagyon távoli-e a két nézőpont, ahonnan nézik Európa jövőjét és benne Magyarország jövőjét a járvány utáni időszakra koncentrálva, de ezt gyorsan ki fogjuk deríteni. Én ugye azt mondtam az adás előtt, hogy van egy zöld gondolat, ezt képviseli Kendernai János, és van egy baloldali, amit meg Szanyi Tibor, de a kettő okvetlenül ellent mond egymásnak? Nyilván nem mond ellent, de akkor is másféle lépésrendet kíván. Tehát lehet mondani, hogy foxtrotot járunk, vagy tangót, ettől még gyakorlatilag ez... Egyiket se lehet egyedül. Így van. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen ez a járvány ez felszínre hozta, hogy irgalmatlan a szociális válság. Nem csak Magyarországon, de Magyarországon különösen súlyos. Na most ezzel a szociális válsággal ezt nem kezelgetni kell, ezt megoldani kell. Tehát itt nem válságkezelésről van szó, itt megoldásokról van szó, és az én mozgalmam az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, gyakorlatilag 24 karátos alapon az olyan értelemben baloldali párt, hogy szinte kizárólag a szociális válság felszállása. Ezt kimondhatom már, hogy párt, nem ezért ültünk itt össze, ki lehet mondani, hogy párt, igen, ki lehet mondani, igen. Kendernai urat kérdezem, hogy miközben én hallottam már LMP-s politikust arról beszélni, hogy az LMP-nek például van, mint zöld pártnak szociális ága, szociális programja, szociális érzékenysége, de baloldalisága is van? Persze, hogy van. Hogyha a klasszikus értelemben próbáljuk ezt beskatujázni, akkor igen, van. Tehát van egyébként jobboldali konzervatív értéke is. Tehát nem itt ragadnék, én inkább ott ragadnék, amit Szanyi úr próbált felvázolni, hogy szociális válság van-e, vagy nincsen. Szerintem alapvetően nem szociális válság van, hanem egy strukturális válság van most szerte a világban, aminek persze Magyarország is részese. Ennek persze vannak szociális következménye, egyetértek teljes mértékben baloldali politikus társammal, de a problémának az eredendője az nem abból van egy szociális válság, hanem abból adódik, hogy van egy környezeti rombolás, ennek vannak következményei, az ember ugye kizsákmányolja, kizsigerelte a földet, olyan beavatkozásokat tett, aminek a hatására például a koronavírus terjedhet, mint sok más típusú vírus, és ennek vannak aztán gazdasági és szociális következményei. Ebben a helyzetben szerintem nem elégséges hagyományos baloldali eszközökkel a válságot kezelni, próbálni. És struktúrálisan kell megközelíteni, és át kell próbálni az egész világot, egész gazdaságot egy zöld új megállapodás keretében egy új pályára állítani. Amivel persze a gazdaságot, meg a szociális szféret is lehet persze orvosolni. Nem más a megközelítés, mint teljesen. Ugye ebben az nagyon izgalmas, hogyha azt kérdezzük egy embertől, aki bajba került, mondjuk elvesztette a munkáját, és semmiféle tartaléka nincsen, hogy most strukturális átalakítást akar, vagy neki jó, nagyon jó neki a régi munkája, csak adják azt neki valahogy vissza, akkor nyilván ez utóbbit fogja mondani. És szerintem ez a zöld politikának is a nehézsége, meg a távlati baloldali gondolkodásnak is. Hát a távlati baloldali gondolkodásnak azért vannak mindennapjai is. Egészen konkrétan én ma intéztem egy nyílt levelet az országgyűlési képviselőkhöz, úgyis, mint egykori négy cikluson át országgyűlési képviselő, amiben felvetettem azt a gondolatot, hogy hát azért a közterviselés, mint olyan, azért nagyon egyenlőtlen, hiszen ugye most az adókat össze-vissza emeli a kormány, és már 50-nél több adó van, most már 28-29%-ra rúg az áfa miatt, a kiskeradó miatt, és összességében ugyanakkor azon, hogy százezreknek lehet azt mondani, hogy öreg, neked holnaptól nincs munkád, ki vagy rúgva. És ez nagyon sokszor elcsattan ez a mondat manapság. Ugyanakkor azok, akik egyébként most májusban fölmarkolják a hallatlan nagy osztalékaikat, ezek élnek, mint Marci Hevesen, és pontosan azt mondjuk, mi az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomban, azt mondjuk, hogy már pedig a tőke is vegyen részt ebből a úgynevezett közteherből, ami azt jelenti, hogy ha a melósnak idén nincs munkája, akkor neki meg az idén nincs profitja. Szerintem egy ilyen megállapodás, ez egy nagyon is baloldali megközelítés a dolgoknak, függetlenül attól... Jó, csak érinti a magántulajdon szentségét is. Miért érintene? Mert ugye egy cégben az osztalék az abból fakad, hogy a cég tulajdonosok ki tudják venni a sajátjukat. A munkaszentségét ugyanúgy, hát hogyha adózni kell a munka után, akkor az osztalék után is kelljen adózni. Na ehhez mit szól Kendernai János?
Én alapvetően mégiscsak másnak közelíteni, mert azzal, hogy megpróbáljuk a mai helyzetbe módszerű eszközökkel orvosolgatni, ráteszünk egy sebb tapaszt, azzal nem fogjuk segíteni sem az átalakítás, sem az, hogy sokkal munkához kerülhessenek. Mi pont azt mondjuk, hogy azonnal minden zöld beruházás elől el kell hajtani minden akadályt. Tehát nem a régi módszerekkel, hanem új iparágakat kell segíteni a lokalizációt, de meg kell adóztatni olyan szolgáltatókat, akik alapvetően visszaélnek azzal, hogy nincsenek megadóztatva, legyenek például repülőgép társaságok. Szerte a világban utazgatók, bárhol elutazók, jobbra-balra, terdékeket beszállítók, és ezáltal egyszerűen ellehetetlenítjük azt, hogy a helyi termelőknek legyen piacképes lehetősége. Tehát elveszünk tőlük minden. Tehát hogyha nem őket akarjuk helyzetbe hozni, akkor megint becsapjuk magukat szerintem. Én azt gondolom, hogy a távlati gondolkodás az nagyon fontos dolog, és Kender Nagyú is gyakorlatilag ezt képviseli. Én meg azt mondom, hogy azért ennyire föltözragadtabban is lehet gondolkodni, mert jelen pillanatban családok tömkelege megy tönkre. Fogynak ki az eszközeikből. És ezért van az, hogy mi például nekünk a programunknak egy sarkalatos pontja, az, hogy mindenkinek biztosítsunk egy szociális minimum jövedelmet, ami egyébként 100 ezer forint. Ez nem azonos az alapjövedelem, mert az egy teljesen más, az egy kicsit ilyen, hogy mondjam, gazdasági filozófia, ez jövedelmi. Ezt a mostani válságot, ezt jelen pillanatban csak és kizárólag jövedelmi intézkedésekkel lehet megoldani. Ettől még egyiket az, hogy a beruházás politika a zöld iparágakat előnyben részesíti, hurrá, nekem ezzel az égenföldön semmi problémám, sőt, örülök neki, mi magunk is egyébként ezt ösztönözzük, de az, hogy majd egyszer megoldunk valamit a jövőben, az semmit nem mond ahhoz képest, hogy jelen pillanatban ordít, üt, süt, vág a szociális válság. Jól értem, akkor nem feltétlenül Szanyi Tibor is újonnan alakuló pártja lesz az LMP legerősebb szövetséges ebben a témakörben. Kender Nagy úr, egy záró gondolat ahhoz, amit Szanyi Tibor mondott. Abban nincs ellenvetésük, hogy amit mondott egyébként a pártom is, én magam is többször beszéltem erről, hogy a gazdasági válságnak rendkívül erős szociális hatása van. Ugye pont ezt a kormányon ezt kérjük számon, hogy erre nem figyel oda. Éppen ezért mi is azt forgalmaztak, hogy a munkanélküli ellátást meg kell emelni, ki kell terjeszteni. Beszélünk arról, hogy a távmunkának a lehetőségét be kell emelni a munkajogba. Beszélünk az idős ellátásnak, az alapellátásnak a részévé kell válni. A digitális oktatásnak szintén ugye egy olyan problémája jött el, az emberek, a gyerekek nem mindegyike jut hozzá. Tehát alapvetően a szociális problémákat azt mi is osztjuk, erre számos megoldást kínáltunk. Mi csak azt mondjuk, hogy itt nem szabad leragadni. Ettől az ország nem lesz boldog a 5 év múlva. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. Egy mondatot? Igen, egy legyen. Igen. Köszönöm. Mi azokkal fogunk szövetséget kötni, akik elkötelezettek abban, hogy az emberek kapják meg a pénzüket. Ennyi. Én azt gondolom, hogy akkor Kender Nagy újra számíthat. Remélem. Ahogy itt hallgattam az előbb. Köszönöm mindkettőjüknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.